hamar elhúztatok, 6-2 volt az első negyed, de utána is nagyon komolyan vettétek a mérkőzést, mert bár a második negyedet megnyerte az UVSE 3-2-re, de nem láttam rajtatok azt, hogy magabiztossá vagy esetleg nagyképűvé lettetek volna. Hát mi ezt tanultuk, hogy csináljuk, amit tudunk, és ugyanígy mentünk tovább. Az, hogy ők nyerték a másik negyedet, az minket nem zavart. Ugyanúgy mentünk tovább, és a végén nyertünk. Aztán 17-7 lett a vége. Igen, 10 volt közte. Ezt a sokfrontos helytállást hogyan bírjátok? Ugye ifjúsági bajnokság, OB1B, válogatott, sokaknak érettségi, van akinek felvételi. Neked hogy megy? Hát küzdős. Viszont most érettségizünk így, most könnyebb lesz sokkal. Lehet edzeni reggel este, de ez érettségi időszak nagyon húzós volt. Most fejeztük be. Van-e olyan terved, hogy esetleg tovább tanulsz valahol? Gondolkozunk rajta, még nem tudom, hogy fog alakulni, de szeretnék egy jó egyetemre bejutni, és emellett jó vízlabdás lenni.